Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a háttér, és köszöntöm Dánszent Miklósról Sipeki Zsolt polgármestert. Köszöntöm polgármesterről, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a televízió nézőket. Polgármester úr, tavaly még az volt tavaly tavasszal a hír, hogy nem volt igazolt COVID-fertőzött dánosom. Aztán ősszel már volt kettő, bár ha jól emlékszem, akkor úgy szólt az információ, hogy nem ott élnek életvitelszerűen. Most miről tud beszámolni a koronavírus járvány kapcsán? Hát most sajnos sokkal súlyosabb a kép Dánszent Miklóson is. Azt gondolom, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor azt mondhatjuk, hogy tombol a járvány a faluban. Soha nem voltak még ennyien karanténban, soha nem voltak még ennyien kórházban, és sajnos ma reggel kaptuk a szomorú hírt, hogy az első halálos áldozata is megvan a COVID járványnak a faluban. Úgyhogy szomorú események történtek, és szomorú hírekről, adatokról tudok beszámolni immár Dánszent Miklóson is. Ezeket az újabb korlátozásokat most hogyan viselik Dánszent Miklóson, mennyire szabálykövetőek? Én azt gondolom, hogy a vidéki emberek és itt a Dánszent Miklósi emberek is alapvetően szabálykövetőek a többség. Viszont ez a hosszú megpróbáltatásokkal terhelt időszak, a korlátozó intézkedések betartása előbb-utóbb puhítja még a legkövetkezetesebb, legszabálykövetőbb embert is. Én is megfigyeltem magamon, hogy a mindennapi rutin azért elveszi a figyelmet arról, hogy azért mekkora kockázatot vállalunk akár azzal is, hogyha ha nagyobb társaságban beszélgetünk, ha nem viseljük a maszkot, vagy eltekintünk a készfogás mellőzésétől például. De most én úgy gondolom, hogy az emberekben egyre erősödik a védekezés iránti hajlandóság. És azt is megfigyelhetjük, hogy amikor indult ez a harmadik hullám, azért elég megosztost volt itt a Dánszent Miklósi diskurzus, vagy a Dánszent Miklósi közvélekedés is, mondjuk az oltások alkalmazásának indokoltságáról, azok hatékonyságáról. És én úgy veszem észre, hogy azok az emberek, akik kétkedve fogadták ezt a javaslatát az operatív törzsnek, most azok is egyre nagyobb vehemenciával állnak ki az oltás mellett. És a tegnap beszélgettem éppen a házi orvossal többek között erről a témáról is. Arról számolt be, hogy a Dánszent Miklósi emberek nagyon túlnyomó többsége a regisztráltak közül, azok felveszik éppen rendelkezésre álló védőoltást, tehát nem válogatnak, hogy most ezt vagy azt vagy azt. Egy-egy példa természetesen van, de örülnek és várják a hívást, hogy felvehessék az oltást. Tehát akkor abszolút tetten érhető és megtestesül ebben, hogy egyre inkább fogékonyak az emberek arra, hogy oltakozzanak akkor? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát látják most már kézenfogható valóságban. Itt van sajnos a kórokozó mindenkinek szinte az utcájában, ismerőseik között, rokonai között van olyan, aki érintett volt, vagy érintett a betegségben. Polgármester úr, költségvetés február adatálható. Mennyire volt egyszerű, sosem egyszerű egy költségvetést összeállítani? Ez most gondolom még inkább nehézségekbe ütközött. Hát itt én azt gondolom, hogy a mi esetünkben lehet, hogy ez egy speciális eset, de én nem is tudok visszaemlékezni olyan időszakra, amikor ennyire könnyen sikerült volna megalkotni egy költségvetést, mint most. Nem akarok most viccelődni, de gyakorlatilag lehet, hogy azért, mert tehát nem előzte meg hosszú-hosszú költségvetési vita, képviselőtestületi vita a költségvetés elfogadását.
hanem egy olyan konstrukciót ajánlottam a képviselőtestület számára tekintettel arra, hogy még nem látjuk igazából a költségvetés irányszámait, és hogy mi lesz majd a második fél évben például, mennyi lesz a kormányzati kompenzáció. Tehát mi azt a stratégiát alkalmaztuk, hogy minden olyan nem kötelező költségelemet, amelyet be akartunk tervezni egy normál esetben, annak a költségvonzatát belepakoltuk egy úgynevezett tartalék alapba, és így ez a tartalék alap, ez egy viszonylag bő halmaz lett, de azokat a sorokat, azokat a fejlesztési igényeket, vagy amelyek mondjuk a kötelező önkormányzati szolgáltatások biztonságos működéshez szükségesek, azokra koncentráltunk, azok egy konszenzus alapján kerültek a költségvetésbe, és így gyakorlatilag egy ilyen laza keretet fogalmaztunk meg erre az évre gazdálkodási iránymutatásként önmagunknak. Tehát akkor legalább a költségvetés kapcsán akkor jó hírről tud beszámolni. Nézzük akkor a működtetési részét, Dános és működtetés, Dánszer Miklós és működtetés, illetőleg fejlesztések, elképzelések. A költségvetés mienségét tulajdonképpen az is befolyásolja, hogy milyen költségvetési főösszeg fogalmazódik meg. Dánszer Miklóson a költségvetési főösszeg, most nem mondok számot, mert a hallgatóknak vagy a nézőknek nagy valószínűséggel ez indiferens, jóval nagyobb az eddigieknél. Ez köszönhető annak, hogy sikeresen szerepeltünk pályázatokon, és meghallgattattak azok a kormányzathoz intézett fejlesztési igényeink és kéréseink, amelyek évek óta a napirendi ponton vannak, és most célzott kormányzati támogatásokat kaptunk jelentős infrastruktúrális fejlesztésekre. Így Dánszent Miklóson a belterületi utak felújítási programot ezzel a kormányzati segítséggel be fogjuk tudni fejezni néhány héten belül. Tehát a kivitelezők, az is lehet, hogy már ezen a héten, de a jövő héten mindenféleképpen fel fognak vonulni, a munkaterület átadás átvétel megtörtént. Négy út fog új burkolatot, új sírkaszfalt burkolatot kapni, és emellett még folyamatban van Dánszent Miklóson egy 100 köbméteres hidroglóbusz, azaz víztorony építése is, amely egy nagyon régi vágyálmunk gyakorlatilag itt Dánszent Miklóson. Nyaranta megkeseríti az életünket az, hogy nem megfelelő a víznyomás. Amikor elmegy a víznyomás, akkor a vezetékrendszerben található vas és mangániszap szennyeződés, ami mindenütt benne van gyakorlatilag a vízvezetékrendszerekben, akkor ez fölkavarodik, és bizonyos kritikus pontokon hát ilyen zavaros színű és zavaros állagú ivóvíz folyik, amely tönkreteheti a mosógépet, a mosogatógépet, elszennyezheti az éppen mosott ruhát, hát meg egész egyszerűen zavaró a mindennapi élethez, és ezzel a víztorony építéssel ez a probléma, ez remélhetőleg nagyon hosszú időre meg fog tudni oldódni, illetve nagyon rosszul fejeztek, megoldódik majd. Polgármester úr, hogyan érinti, vagy lehet, hogy inkább úgy kell feltennem a kérdést, hogy mennyire érinti negatívan ez a jelenlegi helyzet a helyi vállalkozásokat? Dánszent Miklóson jobbára a mezőgazdasághoz kapcsolódó vállalkozósok vannak, helyi vállalkozók. A mezőgazdaságot én azt gondolom, hogy ez a koronavírus talán a legkevésbé érinti, hiszen a mezőgazdasági munkák jó részében a járvány elleni védekezést se kapcsolatos előírásokat be lehet tartani. Kevesebb az esélye a megfertőződésnek a külterületi munkavégzés során, mint mondjuk egy közhivatalban, vagy egy egészségügyi intézményben, vagy egy nagy áruházban. De természetesen vannak itt is olyan vállalkozások és olyan családok, akiket húsba vágóan és a megélhetési szintjén, az egzisztencia szintjén érint ez a járványhelyzet.
Gondolok itt a fizető vendéglátásban dolgozókra, ugye itt is vannak kocsmahivatalok, sőt van egy nagyon reprezentatív és stílusos szálláshelyünk a Hotel Botanica, aki külföldön is híres és látogatott rendezvény helyszín. Hát ők most nem tudnak bevételt termelni, ez nyilván az ott dolgozó családokat, munkatársakat nagyon rosszul érinti, de abban bízunk, vagy reméljük azt, hogy minél hamarabb sikerül átérni, átlendülni azon az átoltottsági szinten, azon az átoltottsági rátán hazánkban, amikor ezeket a korlátozó intézkedéseket ugye fokozatosan, de fel fogják oldani, és akkor lesz egy megnövekedett igény mindazokra a szolgáltatásokra, amelyeket eddig nélkülözni voltak kénytelenek az emberek. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Jó munkát kívánok, és vigyázzanak magukra. Köszönöm szépen én is a bejelentkezést és a beszélgetést. Jó egészséget kívánok. Kedves nézők, ez volt a Háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.